Második alkalommal táborozhattak fürdővárosunkban kosteleki csángó fiatalok, akiket a Folk hétvége szereplői között köszönthettünk. Az ezt megelőző estén azonban tábori est keretében is megmutatták párját ritkító tudásukat a segítő barátoknak és a rendvédelmi tábor lakóinak. Személyesen ott cserénkedik a tábor vezetője a vacsora adagolásánál, jó maga vállalta a fűszakás tennivalóit. Ízletes húsos pásztortarhonya készült, a táborozók és a meghívott vendégek elégedetten nyilatkoznak a bográsban főtt ételről. Hely a katasztrófavédelmi bázis, ahol másfél évtizede szerveznek rendvédelmi táborokat. Nyaranta 5-6 tónust fogadnak, Csapláros László irányításával. A szívemből jön, és ehhez hozzátesszük a hivatástudatot. Mint feladat, ezt a belügyminisztériumba kezdtem el, és aztán a Nemzedékek Biztonságáért Alapítványon keresztül több helyszínen az országba végezzük, de nekem a szívem csücske Hajdúszoboszló lett, és valahogy itt ragadtam. 10 és 18 év közötti fiatalok alkotják a táborozók körét, akikre igen gazdag program vár. A szakmai programok alatt értem azt, hogy van rendőrségi bemutató, ilyen kutyás, ezen kívül drogprevenciós programok, tűzoltók bemutatója, amikor megismerkedhetnek a gyerekek a különböző eszközökkel, szerkocsikkal, aztán ezen kívül nagyon sok ilyen kerékpár, ügyességi verseny, és strandolás, sorversenyek, járőrverseny, lehetne sorolni, rengeteg a program, a gyerekek nagyon élvezik és szeretik. A tábort minden évben meghirdetik, a jelentkezéseknél előnyben részesülnek a nagycsaládosok gyermekei. Részükre térítésmentesen működik ez a tábor, tehát jelentkezni kell, meg van hirdetve mindig évelején, és akkor utána a kuratórium eldönti, hogy kik azok, akik erre a táborra milyen térítés ellenében vehetnek részt. Ennek a tábornak válhattak részeseivé a csíki havasokban, az egykori történelmi Magyarország legkeletibb részén található falvacska, kóstelek táncosai. Ez egy szép történet. Jegyző úr egyszer meghívott kóstelekre, és hát az az igazság, hogy ami ott van, az nagyon megfogott. Kimondhatom, hát mély szegénység, és lelkes emberek tömege arra a késztetésre vezetett, hogy ezért az ügyért megtegyek mindent, hogy ide kerüljenek, és hát a kérésem az meghallgatásra talált, és így a városi polgármesteri hivatal, az alapítvány közösen nagyszerűen megszervezte ezt a programot. Dr. Vince Ferenc a városjegyzője keresett és talált segítőket önkormányzati berkeken belül és kívül egyaránt. Honnan a csángó szerelem? Régről. Ki kellett menni, megtapasztalni, megismerni őket, és látni olyan embereket, akik magyarnak maradtak valahol, ott a világ végén, több száz kilométerre. Hatalmas összefogás eredményeként tavaly és az idén is itt tölthettek el néhány napot a kóstoleki fiatalok. Sokan segítettek, vállalkozók, értelmesek, belügyminisztérium adja a szállást, adja az ellátást, egy közbiztonsági alapítvány, égisze alatt folyik az egész tábor, és hát mindenki megmozdul. A 100 forintos volttól kezdve mindenki megmozdul, hál' Istennek, hogy ezek a szegény gyerekek nagy élménnyel távozzanak Szabosztúra. A csángó gyerekek úgy lopták a táncot napnyugta után is a füvestéren, akár csak idősebb társaik, a Szellő Együttes tagjai, és úgy szállt az ének, hogy a hallgatóság szíve elszorult. Fáj a szívem kőjel belül, Banut szorítja két felől. A magas szintű tánctudás, éneklés a kóstoleki gyerekek számára a világ legtermészetesebb dolga. Rencsanitának hívnak, 9 éves. És te? Rencsan Szilardnak hívnak, 9 éves. Testvérek vagytok? Nem, csak unokatestvérek. Mióta táncoltok? Hát én 5 éves koromtól a nagyokkal, a negyedikesekkel táncoltam, és ő 6 éves korától táncol. Most először vagytok itt Hajdúszoboszlón? Igen. És hogy érzitek magatokat? Mit csináltok? Hát itt nagyon jól érzem magamot én. Én is.
Miket csináltok? Füredünk, játszodunk, fotbalozunk. Hát én szeretek énekelni, az nekem azt imádom. Az a és itt Hajdúszoboszlón, te is fürdesz? Igen, persze. Jövőre szeretétek jönni? Igen. Te is? Igen. Köszönjük szépen, úgy legyen, sziasztok! Az utánozhatatlan Gimesi Csángó táncosok csoportját egy fiatal házaspárt, András és Éva vezetik és segítik. Mi úgy csángáltunk be a faluba, magyar tanárként kerültünk oda 10 éve, és lassan 10 éve, és akkor alakult olyan 9 éve a tánccsoport, később a gyerekcsoport, úgyhogy az utánpótlás csoport, úgyhogy azóta mi vagyunk a vezetői a párommal, Imre Évával, és pár éve hazaköltözött a faluba egy helyi táncosunk, aki most ő is magyar tanár, Vaszi Lemente, és ő is besegít az utánpótlás csoportnak a vezetésére. 21 gyerek és a 18 tagú Szellő Néptánc Együttes tartózkodott itt július utolsó hetében Hajdúszoboszlón, ezt megelőzően Nógrádban jártak a Moldvai Magyar Oktatási Program keretében. Ennek a programnak a támogatói a keresztülők egyesülete, és Terénybe, Nógrád megyében van egy erős keresztülős bázisunk, úgyhogy ők is meghívtak most egy pár napot hozzájuk, Széchenyben is voltunk, Balassagyarmat mellett egy föllépés erejéig. Kóstelek 500 lelkes falvacska az Isten háta mögött, tiszta szívű emberekkel, akik még milyen őrzik, megbecsülik hagyományaikat. A magyar csángó kapcsolatoknak immár Hajdúszoboszló is részese. Örülünk annak, hogy Vince Feri jegyző úron keresztül egy olyan példaértékű kapcsolat alakult ki Hajdúszoboszlóval, ami előre lendíti az ügyet, azt hiszem mindkét irányba, hiszen ugye a jegyző úron keresztül most már elég sokan kikerültek Hajdúszoboszlóról Kóstelekbe, és ott is azért a falusiaktól, meg az ottani hagyományosabb kultúrából azért ők is fel tudnak töltődni, meg reméljük, hogy kapnak vissza valamit. Én gondolom, hogy elé-felé megy ez a kapcsolat, és tényleg reméljük, hogy hosszú távon is lesz.